különös nagy rajongója vagyok a filmnek, és amikor nagypapám kötetét elővettem, így hogy is van ez a Szigligeti Liliomfiak, úgy meglepett, hogy elrepült fölötte az idő. Igen jót tett neki, hogy 68-ban, amikor a Matt Károly a Liliomfit elkezdte forgatni, vagy mielőtt elkezdte forgatni a Liliomfit, egy komoly stáb, a legerősebb Mészői Dezső jelentősen átdolgozta a Liliomfit, és aztán még számtalan köztes mindenféle verzió született, ezt gondosan átnéztük, és ebből állítottuk mi össze ennek az előadásnak a szövegkönyvét, szerintem nem lett rossz. Nagyon nehéz volt megélni, főleg a maszk miatt, mert borzasztó, hogy az ember végig kiabál naponta 8 órát, rengeteget rohanok, rengeteget gyorsöltözök, nyilván nem panaszként mondom, mert nagyon boldog vagyok, hogy eljátszhatom ezt a szerepet, de hát ömlik rólam a víz. Én nagyon élveztem, nagyon-nagyon jól szórakoztunk, rengeteget nevettünk, nagyon sok ötletet a rendező engedett, hogy kipróbáljuk, máskor ez nem szokott így lenni, de nagyon sokat meg is vett belőle, olyanokat, ami teljes agymenés, tehát nem is értjük, hogy hogyan engedte, hogy benne maradjon, de benne maradt, és ettől szerintem sokkal vidámabb és színesebb lett. Nem hiszem, hogy bármilyen, tehát azoknak a színészeknek, akik egy szerepet eljátszanak valami nagy előd után, nekik a nagy előre kellene hasonlítaniuk, vagy bármit is át kéne venni. Persze, természetesen például abból a filmből, vagy ha még nézhető a nagy előddel egy színházi előadás, akkor úgy vagyok el, hogy ér lopni, de szerintem mindenki magából próbálja meg kitermelni azt a karaktert, ami éppen az adott. Azt gondolom, hogy mindenképpen hasznos a produkciónak is, illetve nekünk is, hogyha ezt agyban úgy fogjuk fel, mint hogyha ez a közönség előtt ténylegesen be lenne mutatva. Érdekes helyzet, hogy nem tudhatjuk, hogy ami számunkra vicces, vagy egy próbán vicces volt, valóban vicces lesz-e majd otthon a számítógép vagy a tévé előtt ülve. Az Abigail kapcsán kérdezték ezt tőlem, hogy ez nekem nehézsége, vagy hogy tehere számomra az, hogy azt a szerepet ugye már előttem micsoda nagy nevek eljátszották. És én szándékosan nem szoktam ilyenkor ebbe vele se gondolni, meg megnézni se, mert én azt érzem magamon, hogy nekem ez nem használ. Sajnos, szerintem sajnos, próbálom egy kicsit nyilvánvalóan magam karakterére, vagy az én személyiségemhez formálni egy kicsit, hogy jobban bele tudjak helyezkedni, és hát megmondom őszintén, hogy semmi se áll annyira távol a Mariskában tőlem igazából. Színésznő akar lenni, nagyon rajong, úgyhogy ez igazán nem áll távol. Hát éreztem már magam jobban, de hát tudjuk ettől a helyzettől, senki sem érzi magát jól, mert hát borzasztóan nehéz ezekben a maszkokban játszani, vagy hát próbálni is, ugye hát mi is izzadunk, de még mindig sokkal könnyebb, mint hogyha kórházba kéne így dolgoznunk, és eltalálnunk egy vénát beöltözve, tehát úgyhogy nem panaszkodunk. Bízunk benne, hogy egyszer csak eljön ez a pillanat, hogy ezt majd tényleg közönség előtt lehet játszani. A maga darab, meg a milliójának az egésznek, ez a csapat, nagyon jó, nagyon jó. Sokkal jobb lenne, ha nem kéne maszkba lennünk. Biztos furcsa lesz, ha holnap levesszük majd a felvételen. Megpróbáltam nem megnézni újra a filmet, hiszen láttam természetesen sokszor, hát ugye Dajka Margitot azt nem lehet fölülmúlni, tudjuk. De nem is próbáltam rá hasonlítani, próbáltam afele haladni, amit a rendező kért tőlem, és bízni benne, és az ő instrukciói alapján elkészülni a szereppel. Hát remélem, hogy sikerül. Egyébként voltam már ebben a darabban, játszottam már ebben a darabban 20 évvel ezelőtt, csak akkor nem ezt a szerepet, hanem az Erzsikét, amit most a Mihály Orsi kolléganőm játszik még a Tatabányai Színházban. Egyszer csak kikristályozott, hogy milyen furcsa, hogy a színház, a színház, a színház, a színházban. Tehát a Győri Nemzeti Színház játszik egy társulatról, akiben van egy Liliomfi, a társulat a Rómeus Júliát játsza, és közben a főszereplő, meg ilyen bohém figura szellemfűvel, mindenféle egyéb figurákat eljátszik közben. Tulajdonképpen ez volt az alapkoncepciója az előadásunknak. Nehéz időszak ez színháziaknak, ugyanakkor pedig egy próbafolyamatot végül is ugyanúgy végig tudunk csinálni, hála jó Istennek. Rendesen mi szépen maszkba próbáltuk, holnap nem, holnap a tesztet követően lehetőségünk van maszk nélkül játszani, remélem nem lesz meglepetés a színészek, hogy végig ezt csináltad. Kedves filmes kollégáink rögzítik, és akkor streameljük ezt az előadást, plusz motivációt kell adni a társulatnak, hogy nem az a feszültség van a végén, hogy itt már csütörtökön, pénteken jönnek a nézők, nyilvános főpróba, aztán premier, ez nagyon hiányzik.